Itthon a gyógyvizes helyeken van a legnagyobb forgalom ebben a turisztikai szezonban. Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében Nyíregyháza, Nyírbátor és Mátészalka fürdőhelyein kívül kulturális rendezvényekkel is sok látogatót vonzanak. A Baktalóránházi térségben pedig a természeti környezetre és a megújult kastélyra is sokan kíváncsiak. A főszezon hátralévő időszakában alig akadnak lefoglalható szálláshelyek, töretlenül növekszik a belföldi turizmus, legalábbis a szálláshelyadók jelzései szerint. A szállodák telítettek lesznek az augusztus 20-ai hétvége alatt is. A régiókban persze eloszlik a forgalom növekedés nagysága és aránya. A természeti adottságokon kívül a kulturális programok is jelentős vonzerőt jelentenek az idegenforgalomban. Dinamikusan fejlődik az észak-alföldi régióban a turisztikai kínálat, és Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében a nagyobb gyógyvizes fürdőhelyek, mint Nyíregyháza, Nyírbátor, Kisvárda, Mátészalka környéke egyre népszerűbbek. A nyírség kisebb-nagyobb településeit is felkeresik a látogatók, főként azokat, ahol zöld környezetben aktív kikapcsolódás részesei lehetnek. A Baktalóránházi kastély 20 évig kihasználatlanul állt, de az idén megújult. A 12 hektáros kastélyparkban óriási turisztikai potenciál van. Az interaktív múzeum csalogató, a környék természeti adottságai, a vendéglátás is hívószó a környék iránt érdeklődőknek. Stúdiónk vendége ma este Krivács András, a Fenyves Szálloda és Konferencia Központ tulajdonosa, úgyis, mint a Magyar Gasztronómiai Szövetség elnöke. Jó estét kívánok! Köszönöm. Jó estét kívánok! Tetszik, nem tetszik, de lassan kifelé tartunk az idei szezonból, hiszen augusztus közepét írunk. Mi az, ami látszik, hogyan alakul ez az idei szezon, és elsősorban a vidéki turizmusra lennék kíváncsi. Bizony, most indítottuk a nyarat május 1-jével, vagy hogyha egy picit visszanyúlok, akkor akár húsvét is lehet az időpont, amikortól a magyar turizmus, vagy ez a nyári 3,5-4 hónap megindul fölfelé, aztán majd kis egészséges színusz ritmus formájában ez visszaesik, van egy picike toporgás, aztán megint készülünk a karácsonyra, az új évre, és elkezdenek jönni azok a rendezvények minden egyes szállodába, étterembe, amely már az év zárásokat célozza meg. Kollégákkal folytatott beszélgetések, illetve a hétköznapi szabad beszélgetések alkalmával kideríthető, hogy a Balaton, a Budapest, Debrecen, Nyíregyháza nagyon-nagyon jó évet mondhat magáénak. Én úgy gondolom, hogy ha a vidéki kollégákkal is beszélgetek és beszélgetünk általában szakmáról és családról, akkor a szakma elsősorban azt mondja, hogy erősebb, mint a tavalyi év, de még mindig nem ért el azt a kiemelkedően magas vendégszámot, illetve vendégészakák számát, amelyet mi szeretnénk, és amelyet az előrejelzések mutatnak. Szabolcs-Szatmár-Bereg megye vendégészakáinak a száma egyébként is mondjuk egy Eger nagyságú városnak a vendégészakás számának megfelelő vendégészakával rendelkezik. Ez azt jelenti, hogy van hova fejlődnünk, van egy expanzió, egy egészséges expanzió ebbe a vendégészakás számoknak az elérésébe, amely azt vonza maga után, hogy Szabolcs-Szatmár-Bereg megye egy vonzó úti cél lehet, hogyha szálloda tulajdonosok, étterem tulajdonosok, idegenforgalommal, turizmussalban dolgozó kollégák összefognak, és egy nagyon jó összefogást tudunk mutatni, nagyon jó programokkal kiegészítve, akkor ez nem csak egy évszakos turisztikai bázis lehet az észak-alföldi régión belül, hanem akár egy 4 évszakos turisztikai bázist is magunkénak tudhatunk itt Nyíregyházán és akár Nyíregyháza környékén. Mi az, amire mi alapozhatunk, mi az, ami a mi erősségünk itt a megyében? Hát minden, ami nem a főváros és a Balaton. Én azt szoktam mondani, hogy ha van egy olyan tábla, hogy Budapest, és most nem Budapest ellenes vagyok természetesen, ugyanis a 80-85% a vendégészakáknak, illetve a turizmusban érintetteknek ott oda csapódik le Budapestre. De hogyha kijövünk Budapestről, van egy olyan tábla, amely egy piros szalaggal keresztbe van húzva, akkor onnantól kezdve van a levegőnek illata, a zöldségeknek, gyümölcsöknek íze. Tehát hogyha itt a turizmusnak a gasztronómiai ágára támaszkodom, akkor egy nagyon-nagyon erős bázis lehet Kelet-Magyarország, és ezen belül is Szabolcs-Szatmár-Bereg megye, ugyanis márciustól, vagy éppen, hogyha fóliás termelést nézek, akkor február közepétől egészen november végéig tudunk termelni. És azokat a megtermelt zöldségeket, növényeket, gyümölcsöket mi bedolgozzuk a konyhánkba, és a hagyományos
magyar gasztronómiát beleültetjük a 21. század technológiai csodájába, akkor szerintem megkockáztatom, hogy az ország egyik legjobb megyéje vagyunk ilyen téren. És azt szokták mondani, hogy Békés megy az ország éléskamrája, de ezzel mindig szoktam a kollégákkal vitatkozni, mert Szabolcs-Szatmár-Bereg megye szerintem, az én meglátásom szerint sokkal erősebb. Nem csak amiatt, mert hogy a földnek a minősége és a megtermelt áruknak a minősége és a hosszan kinyúló tenyészidőkre gondolok, hanem azért autópályán sokkal-sokkal jobban megközelíthetőek vagyunk, infrastruktúrálisan sokkal fejlettebb Kelet-Magyarországnak ez a csücske, a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei rész, sokkal jobban egy karnyújtásnyira vagyunk, akár Budapesttől, vagy hogyha a nyugati ország részt mondom, azért Békés megyébe elég eljutni autóval. Tudom, rengeteget járok arra, vagy defekt, vagy hát sok-sok minden akadály gördít az út elém, mire odaérek 5 és fél óra, azért 5 óra alatt már Ausztriába vagyunk, hogyha igen, azt nézem. Tehát sokkal jobb infrastruktúrális megközelíthető Szabolcs-Szatmár-Bereg megye, mint bármi más, és termelésben pedig ugyanazt meg tudjuk csinálni, sőt, mi több, azért megkockáztatom. Baktalórendháza és a középnyírség most már kezd úgy kialakulni, hogy nekünk a szállodába a helyi termelőktől egy 20-25 kilométeres körzetből érkezik be az árunak a 70-75%-a. Ez egy nagyon nagy dolog, ezt 10 évvel ezelőtt nem tudtuk elmondani, nagyobb bevásárló központokon keresztül tudtuk megrendelni az árut. Most már csak arra korlátozódik, amely akár a tengergyümölcsei, vagy éppen tengeri halak. Van erre már jól kirajzolódó piaci igény, hogy házi termelésű, kis termelésből származó tápanyag vagy élelem kerüljön a konyhába, vagy a gasztronómiába? Természetesen erre alakítjuk, ez a jövő, ezt fogja hozni majd 2020-2025 környéke, amikor az éttermek teljes mértékben átalakulnak, és a kínálatuk is át fog alakulni. Nem mindenhol, nem mindenki, de aki a jövőt keresi, és minőséget szeretne nyújtani továbbra is a vendégeknek, és valami mást, mint a többiek, ők saját kis gazdaságukat fognak tartani, és ebből fogják majd fedezni azokat alapanyagokat, amelyeket a konyhán fognak a kollégák felhasználni. Ha már itt a gasztronómia került terítékre, hogyan tudja a magyar konyha hagyományait megőrizve a modern kor szellemének megfelelően igazítani? Hát ez nagyon nehéz, mindig azt szokták mondani, hogy a magyar gasztronómia az egy egészségtelen vonal. Én ezzel is vitatkozok. Én úgy gondolom, hogy a magyar gasztronómia nem egészségtelen, de nem is a legegészségesebb ételek vagy a gasztronómia közé sorolandó. Mi itt Magyarországon, a Kárpát-medencében ehhez vagyunk hozzászokva. Én nem azt mondom, hogy nem kell minden nap halat ennünk, vagy nem kell a D-vitamint magunkba szedni, vagy éppen minden nap együnk zsírosat, de hát a mi genetikánk erre van ráállva. Hogyha megnézzük azt, hogy mit tesznek a kínai vendégek, vagy mit szeretnének enni a japán vendégek, az ázsiaiak, vagy a dél-amerikai, vagy éppen az északiak, akkor megállapítható, hogy teljesen más konyhánk van. Nekünk azért itt egy nagyon nagy történelmi hátterünk van, ami róluk nem mondható el. Hogyha mi alakítjuk, jó, most itt Kínát éppen nem sorolom bele, de hogyha az északi skandinávokat nézem, Dánia, Svédország, Norvégia, akik azért a gasztronómia mezőnyében, jelmezőnyben járnak. Ők nekik nem volt mit átalakítaniuk, ők a nulláról indultak és kitaláltak valamit. Nekünk azért van egy hatalmas történelmi hátterünk, ugyanígy a történelmünk, a kultúránk része, a gasztronómia. Ez azért így elkísér minket, pici lépésekkel alakulunk, sokkal egészségesebben főzünk, mint egy 15-20 évvel ezelőtt. Tehát ez még egy hosszú út, amely előttünk áll, de szépen lassan lépésről lépésre azért megyünk előre, és tudjuk a lépést tartani. A baktára látogató vendégek megtapasztalják már ezt az új irányt? Igen, nagyon nehéz dolgunk van, próbáljuk becsempészni az új dolgokat, de inkább technológiába váltottunk nagyot. A 10 évvel ezelőtti technológiát azt hát úgy egy-egybe kiraktuk, aztán hoztunk egy 21. századnak megfelelő technológiai berendezéseket, gépsorokat, illetve olyan eljárásokat, amellyel tényleg világ bármely, akár Michelin csillagos konyhájába készítik az ételeket. De próbáljuk beleültetni a hagyományos magyar gasztronómiába kisebb-nagyobb sikerrel. A magyar vendégek inkább vonzódnak a hagyományhoz, a külföldi, nyugat-európai vagy éppen északi vendégeink pedig ők már a modern technológiával elkészített és a modern felfogású ételeket keresik. Krivács András, köszönöm, hogy vendégünk volt ma a stúdióban.